Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is fantáziadús történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint az Isekai Nonbiri Nouka. Az Isekai Nonbiri Nouka műfajt tekintve a fantasy történetek kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször Naito Kinosuke tollából jelent meg, aki 2016-ban publikálta az egykötetnyi novellát, míg 2017 óta 14 kötetnyi light novelt, és szintén 2017 óta Yuji társaságában, két széria formájában 11 kötetnyi mangát. Ám legvégezetül megjelent maga az anime is, amely 2023. januárja és márciusa között összesen 12 rész formájában jelent meg, Kuraya Ryoichi rendező, illetve Machida Tōko forgatókönyvíró által. Történhetünk egy a jelen világunkban élő fiatal férfival, Machio Hikaruval veszi kezdetét, aki élete utolsó éveit egy halálos betegséggel a kórházban töltötte, ahol végül az ágyában halt meg. Azonban egy isten megsajnálta, és úgy döntött, hogy új lehetőséget ad a számára az életre egy mágikus világban. Ám tévedésből ezen világ legveszélyesebb erdejébe küldi, ahol csupán csak kevesek képesek életben maradni. Azonban Hikaru elszántsága és vágya az új dolgokra segítséget nyújt a számára leküzdeni az erdei akadályokat, mint az erdő első gazdálkodója, aki nem csak a helyi vadakkal, de a különböző vándorokkal is szoros barátságot köt, és elnyeri mindenki tiszteletét, mint a lassan megépülő erdei falu polgármestere. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely remek drámai elemekkel is rendelkezett. Szintén tetszetős volt az Isekai műfaj új megközelítése, avagy főhősünk alkalmazkodása a környezethez, megemlítve többek közt az erdei gazdálkodás, növénytermesztés és vadászat mellett az állatok szelídítését is. Ugyancsak kiválóan hatottak az olyan karakterek, mint Ru, Tia, Kuro, Ria, Zabuton és még sokan mások is, akik tudták bővíteni a világot. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor az Isekai Nonbiri Nouka egy 10/9-es alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!